Én nagyon régen jártam itt először, azt hiszem 2003-ban. És az előbb kiszámolt hozzá 12 éve volt, hogy egy barátom mondta, hogy ő jár egy csoda helyre. Nekem mindenféle bajom volt, inkább így lelkileg, de aztán kiderült, hogy ez testileg van, mert hogy púpom volt, meg több irányban nagyon ferde volt a gerincem. És akkor itt ragadtam. Akkor egy két évig, szerintem egy kétszer-háromszor itt voltam egy héten. És ez ilyen nagyon, hát ilyen nagyon intenzív volt az életemben az a két év. Tehát így eltűntek emberek, jöttek mások, nem tudom, nagyon sokat sírtam, meg szenvedtem. De a Vani az mindig ilyen nagyon erős támasz volt ebben, hogy így nagyon-nagyon sokat segített, akár csak a jelenlétével, vagy emlékszem egyszer fel is hívott telefonon, én nem így gondoltam, hogy ez átjön, hogy én mennyire szenvedek, és akkor fel is hívott telefonon, akkor ide jöttem hozzá, és akkor beszélgettünk, és azóta is, most már ilyen elég ilyen gerillaként jelenek meg itt néha, nem tudom, 5 évig nem, és akkor megint egyszer, de hogy ez azóta is egy ilyen mankó az életemben, tehát hogy így megtanultam nagyokat sóhajtani, és akkor azzal így elengedni dolgokat, és meg hogy megtanultam azt, hogy van bennem erő, amivel így túl tudok jutni nehézségeken. Meglátom az interneten, hogy van valami kihagyhatatlan, és akkor jövök gyakorolni, de hogy így valahogy így azt érzem, hogy a Vali az így mindig ott van nekem. Tehát akkor is, amikor nem tudom, évekig nem találkozunk. Igen, ez így van. Igen. Ez így van. Meg nálad az volt a nagyon nagy szám, hogy hát nem tudjuk, hála jó Istennek megmutatni. Hát, hogy ilyen voltam. Hát, hogy azt nem nagyon lehetne így megmutatni, tehát körülbelül ez volt a szitu, csak itt még volt rajta egy plusz kitüremkedés, és ez itt teljesen be volt húzódva, és az látszott, hogy az volt, mert hogy ez veled született volt, igaz, ez a gerincdeformitás, és hogy ebben Ez volt a csodálatos, hogy nem is azért jöttél, hogy azt gondoltad, hogy ez meg tud gyógyulni. Tehát, én arról nem is nagyon vettem tudomást. Igen, tehát úgy voltál vele, hogy hát ez már ilyen. És akkor mondtam neked az egyik órán utána, hogy te Bettina, már nincs meg a púpod. És akkor ránézett Bettina, és azt mondta, hogy igen, de még el sem merem hinni. Tehát, hogy ez így nagyon nehezen tudatosult, és ez a szívcsakránál ez a blokk tulajdonképpen az volt az, ami miatt elkezdtél sírdogálni, meg olyan nehezen élted meg a dolgokat. Ezt hívják, hogy tisztulási tünet. Tulajdonképpen ez volt az ára annak, hogy mert ha belegondolsz, csontok húzottak a helyükre a testedben. Tehát a szegcsontod is, a vállad, a lapockat, az egész gerinc. Tehát, hogy azért ez egy óriási csavarás, ami átpördült benned, és lelkileg is ezt így lehetett lekövetni, hogy ami azt fenntartotta, az kitisztult onnan. Úgyhogy ez volt ez a nagy nehézség mögötte. És köszönöm. Hát én köszönöm neked. Hát ez engem, ha tudnád, hogy mennyire inspirál meg. Ez egy csoda. Csodálatos vagy.